Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy kis jövőbe tekintés következik, pontosabban a Bosszúállók 5-6-ra, hogy miről is szólhat majd a Dr. Doom féle, főleg a Secret Wars, vagyis milyen szerepe lesz majd Doomnak és a mellette feltűnő gonosz karaktereknek, mint például Kangnek. Na de kezdjük az elején. Azáltal, hogy úgy döntöttek, hogy behozzák Dr. Doomot, út nyílott egy képregényhű titkos háborúk feldolgozására, amelyben Doom a csatavilágúra lesz majd, ami az MCU-ban lehet, hogy nem más lesz, mint a Voi, de ebben most ne menjünk bele. Mi lesz gonosz részről a felállás? A legnagyobb kérdés Doom behozásával kapcsolatban, hogy mi történik most a Kangekkel és az eddig bevezetett szálakkal. Nos, erre néhány leaker elvileg tudja a választ. Kangnek akkora szerepe lesz majd például a titkos háborúkban Doom mellett, mint például Molekula embernek volt a képregényekben, szóval azért bőven lesz. A Doomsday-ben pletykák szerint ott is feltűnik majd, korábban csináltam egy teóriát egy Doom-Kang szövetségről, elképzelhető, hogy ezt itt is meglépik, mondjuk a Doomsday-ben együtt szerzik meg, amit akarnak, aztán majd a Secret Wars-ban Doom elárulja Kanget, ő pedig úgy jár majd, mint Molekula ember, ezáltal lehetne csavarokat hozni a történetekbe. Ha a képregényeket nézzük, akkor ez nem is kéne, hogy meglepetés legyen, sőt, magától értetődő, hogy ez lesz, ugyanis ezek a karakterek gyakran összefutottak, és nem véletlen, mivel nagyon szoros kapcsolatot ápolnak egymással, és elvileg azt már tudjuk, hogy az MCU-s Doom, legalábbis akit látni fogunk, az RDJ féle, a Fantasztikus 4-es világából fog származni, és mi van, hogyha az egyik Kang variáns, aki fontos szerepet fog majd játszani, a Prime Kang Doom mellett, ő is az F4 világából származik, és ismerik egymást. Kang és Doom szoros kapcsolatával sokat fogok még foglalkozni videókba, hiszen kétségtelen, hogy ennek a két karakternek nagyon érdekes történeti elemei vannak, olyannyira, hogy ezt a filmekből sem hagyhatják ki, hogyha már úgy adódott, hogy mindketten jelen lesznek a szagában. Ugye, mint ahogy már említettem, Kang vissza fog szorulni elvileg ilyen mellé gonoszként, de Dr. Doomnak a hasznára le. A jelenlegi felállás az, hogy a hódító egy háborút tervezett a Kang tanács ellen, nos, nyilván a Kang tanács túlerőben van, így szüksége lehet egy segítségre, a Doomsday-ben pedig lehet, hogy így fog a képbe kerülni Dr. Doom. A képregényekben, miután Ramatut legyőzésre került, Doom volt az, aki felfegyverezte, most igazából ez magától értetődő, hiszen a hódítót legyőzték, így lehet, hogy Dr. Doomnál fog kikötni, akinek hatalomra fáj a foga. Ugye, ez megtörtént a képregényekben, és én nagyon adnám, hogyha itt most nem a Ramatuttal, hanem a hódítóval történne ez meg, és egy szövetséget kötnek a Kang tanács ellen, szóval Dr. Doom segít Kangnek legyőzni a tanácsot, hiszen a hódító ezt akarta, és a legyőzésük után pedig létrejön a csatavilág, hiszen ebbe az egész multiverzum bele fog remegni, ezt majd a Doomsday-ben látjuk. A Secret Wars-ban pedig, mint ahogy már említettem a videóban ezt is, Doom elárulja Kanget, egymás ellen fordulnak, majd lehet, hogy akár meg is öli. Ez nem alaptalan, hiszen a leakerek szerint ugye egy ilyen mellékszereplőként, vagy hát nem tudom, hogy ez a mellékszereplő mit jelent, lehet, hogy ettől függetlenül valamennyire még főszereplő lesz, de Doomon lesz a fókusz, a lényeg, hogy Kang ott lesz. Szóval ezt nem lehet kizárni, és tényleg nem egy sablonos történetet kaptánk, sokkal jobb lenne, ha a Bosszúállók egy harmadik félként lennének jelen, és nem ugyanazt a sablonos sztorit látnánk, ötödik filmben nyernek a gonoszok, a hatodikba pedig majd valahogy megváltoztatják ezt, és nyernek a jók. Sokkal jobb lenne, hogyha itt két antagonista fél állna szembe egymással, és több csavart is bele lehetne hozni, én ezt nagyon adnám. Persze mindezek csak spekulációk, hiszen a film még nagyon messze van, nagyon sok minden fog még történni addig, természetesen azokról is jön videó, ez szerintem működne, kommentbe pedig írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek erről, vagy hogy szerintetek mi lesz a felállás, mi lesz Kanggel, hogy fog Doom a képbe kerülni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt is, hiszen egész nyáron pörögni fogunk, plusz csatlakozzatok a tagok közé, ahová előre kerülnek fel a tartalmak, és ha szeretnétek Marvel-es témákról beszélni, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!